Köszönjük szépen Farkas Gyulának, hogy ellátogatott stúdiumba. Sziasztok, Szabina vagyok, köszöntök mindenkit a Sasza Show eheti adásában, melynek vendége Farkas Gyula. Jó napot kívánok! Ugye nem sokára közeledik a polgármester választás, illetve az önkormányzati választások, ez napjaink legnagyobb eseménye. Úgyhogy először is azt szeretném megkérdezni, hogy hogy kellene a választó polgárokat noszogtatni, hogy menjenek el szavazni? Köszönöm a kérdésedet, és egyben ígérnek, hogy üdvözlöm én is a televízió nézőket, nagy tisztelettel, és téged is. Én csak örülök, hogy ilyen fiatal tévéző, tévében mondókanak, mint te is. A kérdésedre válaszolva az, hogy noszogtatni kell az állampolgárt? Hát igen, elég sajnos. Mert ugyanis nagyon sok emberrel beszélgetek az utcán, és amikor a választásokról beszélgetünk, mindenki azt mondja, hogy csalódott, elege van belőle, ő nem akar elmenni választani. Én mégis azt mondom, hogy mindenki menjen elválasztani október 1-én, mert meghatározó lesz a következő évig az életünkben. Akár a cigánykisebbségi önkormányzatot, a 174 fő, akár a települési önkormányzati választásokról beszélünk, hiszen mind a kettő egy és ugyanazon a napon lesz. Nem mindegy, ha csalódtunk is, most bizonyítsunk be, hogy gyerekeinknek, de önmagunknak és a jövőnek jót akarunk. Lehet, hogy kicsit butuska lesz a kérdés, de hogyha ön választhatná ki városunk polgármesterét az elkövetkezendő 4 évre, akkor milyen tulajdonságokkal ruházná föl? Ember legyen. Ez az elsődleges, és hogyha ezt ki akarom bontani, akkor a következőket mondanám, hogy én hogyan képzelem a legújabb polgármesterünket. Empátiával rendelkezzen, szeressen az emberek között járni, beszélgetni velük, a problémájukat nem másodlagosnak, de nagyon fontosnak tartsa, a városunk képét úgy alakítsa, hogy belföldi turizmus, de akár külföldi turizmus is igénybe vegye a városunkat. Nagyon fontos egy ipari parkot, egy igazi ipari parkot létrehozni, vállalkozásokat lehetővé tenni, buzdítani az embereket, hogy munkahely, munkahely, munkahely legyen. Így ilyen polgármester szeretnék. Manapság mi a kisebbség legnagyobb problémája? Hogy én mit tennék a helyzet javítására? Elsősorban is munka lehetőséget adnék a romáknak. Másosorban oktatást. Van egészséges környezetet. Hogy egy embercsoport, hol milyen tapasztalatokat szerez. Tehát ezért tartom fontosnak a környezetet. Hogy én mit tennék? Úgy munkáltatnám az embereket, hogy ne kényszerüljön rá a családja életben tartása és az önfenntartását illetően kamatos pénzekre. Most biztos, hogy sokan elkapják a fejüket, amikor én ezt itt és most kimondom. Igen. Fontos ez, mert hogyha egyszer belemegyen a kamatos pénzbe, onnantól kezdve nincs visszaút. Ön szerint valóban megoldható a romák problémája, vagy esetleg ez csak egy látszati kezelés? Én azt gondolom, hogy látszati kezeléseket lehet csak pillanatnyilag megoldani. Ha meg akarnánk oldani a romaság helyzetét, és valóban fel akarnánk őket zárkóztatni, és állampolgári szintre emelni, és ezt nagyon szeretném aláhozni ezt a mondatomat, akkor az ország költségvetésének nagyon-nagyon nagy százalékát ennek a problémának a megoldására kellene fordítani. Ugyanis hasonló fel egy pár problémát. Munkahely, lakhatás, oktatás, egészségügy és a fent lévő rasszizmus, ami Magyarországon jellemző. Tehát borzasztó sok a probléma a romaság körül. Ezt megoldani csak teljes felvállalással lehet. Mit vár a jövőtől, illetve hogyan tovább romaság? Még szerencsére, hogy sorrendiséget megtetted, két kérdést tettél fel, hát az elsőre válaszolok. Agilis fiatalokat, akik a családból hozott rossz dolgokat levetkőzik, és megpróbálnak európai viselkedni. Olyan középosztályt, akik fontosnak tartják, hogy a szomszédja hogyan él, és tud segíteni. Olyan oktatást, ahol fontos a gyerek, mindegy, hogy honnan jött. A szellem, az a lényeg. Olyan helyi vezetést, akik egy emberként a 24-25, de akár 100
ennyi emberként akarja Kazinc Barcikát felemelni, hogy méltó legyen arra, hogy újra a régi Barcika legyen, ahol nem voltak megélhetési problémák, és egyéb más, amiket most nem akarok. Vagy az egészségügy, hogy mondjam, az egészségügyet. Nem akarom azt, és a jövőre egy olyan egészségügyet akarok itt Kazinc Barcikán, ahol nem lesz probléma, hogy bekerülhessen, és gyógykezelésben részesülhessen. Mert sajnos várható, hogy ezek nem így lesznek. És hogy hogyan tovább romaság? Ez borzasztóan összetett kérdés. Válaszolni mégiscsak úgy tudok rá, hogy amit az előbb elmondtam, és hogyha azokból csak ötöd része teljesül az elkövetkezendő 4 évben, akkor azt mondom, 100%-ot lépett előre a romaság élethelyzetét és társadalmi helyzetét tekintve. Erre kérek mindenkit a városunkban, hogy adjon lehetőséget a megalakuló cigány kisebbségi önkormányzatnak, bárki kerül is oda be, hogy ezekkel együtt tudjanak dolgozni, együtt akarjanak dolgozni, és segítsék a munkájába a cigány kisebbségi önkormányzatot. Köszönjük szépen Farkas Gyulának, hogy ellátogatott stúdiumba, és köszönjük nektek is, hogy néztetek minket a képernyőkön keresztül. Találkozunk a jövő héten, sziasztok!